gyere! Szia! Majd többször kell átjönnöm. Igen, persze, jó. Mert itt sok gőzös van. Szép jó napot kívánok! De nem találkoztatok még! Szépen, mert a Ferénfiantal vagyok, persze. Nem találkoztatok még! Nem! Ide most vagyok itt először, Pepe fiam. Ha nem, de Pesten vagy nálam még a 16-ban. Nem. Na, itt aztán van még felszerelés. Hát kell. Gőzüzemhez komplett láda kell. Ez meg gőzzel? Igen. Ez is, meg mindjárt a másikat is kirakni. És a gőz az hogy van ebbe termelve? Gázzal. Van benne valami kis gázfalag? Igen. Nem megmutatom. Majd megnézed mindjárt. Gondolom, hogy nem siet sehova. És akkor... rosszul jött ki, olyan értelemben már szomszéd születésnap. Nem. Az jó, az jó. Az jó, csak a szempontból nem jó, hogy... Nem lett volna. Dehogy nem, majd én megnézem a terepasztalodat. Jó, nézzét, ahhoz majd Attila mutatja. Mert hallottam így írét a dolognak. Mondjuk nekem is van, csak az TT. Milyen van? TT, nekem csak TT. De abból volt annó Mátyás közön raktam egy szobányi. Aztán ugye elköltöztem Cinkozára. Ott pedig muszáj volt, csak egy kisebbre volt lehetőség. És így jött a kerti vasút. Viszont meg úgy megszerettem, hogy most már csak ez van. Nekem jó szörnyűben. A pénzém, azt tavaly elaktuk, még gyerekkoromban kaptam, abból volt egy csomó minden, 54-55. Hol van az, nem volt véletlenül, tegnap a színében láttam, van egy olyan üzlet, ahol csak ilyen régi, hogyha megtudom, árusítanak, ugye? Thank you.
Ajjaj, meg kell alapozni az állomást. Ami onnan kijön, az majd oda bemegy. Nem vagy útban, akkor. Mondjuk ez is a vonat része. Pepe is a vonat része. Építünk. Hát, hogy bajd meg a benne. Ennyit mutat a nyomás mérője. Az... Egy. Egy, az kevés. Egy. Az kevés. Hát az precizitás kéne. Legyen már valami. Egy. Nem bízz a Pepe a véletlenre. Nem. Hát ez akár a helyi érdekű vasútnak is lesz előválasztó.